Ma reggel 8 órakor kezdték az érettségi vizsgát a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikumban azok a diákok, akik úgy döntöttek, ősszel adnak számot tudásukról. Mai napon magyar nyelv és irodalom vizsga történt, ugye ez a leghosszabb, ez a 4 órás, ennek nem olyan régen lett vége, ugye 12 órakor. Holnap pedig a matematika, azután a történelem, majd az idegen nyelv fog következni. Mai nap folyamán délután még a földről az érettségét is megejtjük, és akkor jövő héten jönnek a szakmai érettségik, illetőleg zárásképpen a biológiai érettség október 26-ával. A legtöbben előrehozott érettségit tesznek, de lehetőség van pótló, ismétlő, javító, kiegészítő és rendes vizsgára is. Összesen 205 diák jelentkezett az őszi érettségire Ceglédről és a térségből. A vizsgák megszervezése és lebonyolítása komoly próbatétel a Török János iskolának, de a kiváló kollektíva megbirkózik a feladattal, mondta az igazgató helyettes. Ez egy plusz teher az iskolának, mind anyagilag, mind szellemileg azt lehet mondani. Éppen ezért kiérvényeztük azt, hogy október 20-a digitális tanításban folyjon az iskolánkban, mert 120 diák fog érkezni hozzánk ide vizsgázni angol nyelvből, illetőleg a szóbeli érettségi napján, november 21-től 25-ig, abban az 5 napban, amíg tart, a szóbeli érettségi vizsgák idejére szintén digitális tanítás lesz az iskolánkban a nappali tagozatos diákoknak a részére. Lehetőség lesz érettségi vizsgát tenni szakmai tantárgyakból is, például kereskedelem, élelmiszeripar, fodrászati ismeretek és informatika vizsgának is helyet ad a Török János iskola. Azok a témakörök, amelyek megadhatók, azok a honlapunkon olvashatóak. Ugye a vizsgázóknak majd november 21-től 25-ig kell számot adni a tudásokról szóban, és a témakörök ott elérhetők a honlapunkon, a www.tiski.hu. oldalon. A legtöbb diák angol nyelvből tesz emelt szintű vizsgát a Török János iskolában, ezzel is megkönnyítve saját dolgukat, hiszen ennyivel kevesebbet kell készülni a jövő tavaszi érettségire.